Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári beszélgetések nézőit. Ma este egy olyan portrét fognak hallani és látni, amelynek előzménye van természetesen. Az elmúlt héten a Királykút emlékházban, hagyományos portrébeszélgetés sorozaton Bakony István barátunk vendége volt Nérer György, ahol ezt a nagyszerű regényt mutatták be, hazádnak rendületlenül ez a címe, Vendégem pedig nére György, tiszteltetek! Jó estét köszönöm. kívánok mindenkinek! Köszönöm! Természetesen a szóba kerül ez a könyv, hiszen ez egy nagyszerű könyv. Számos választ ad arról, hogy egy család miként élte meg a 20. századot, annak minden jó és rossz oldalával, háborúkkal, szomorúságokkal, örömökkel. De először talán inkább beszélgessünk az ön 20. századáról. Kezdjük talán azzal, hogy az 50-es évek elején. Született -e az úgynevezett ratkókorszakban. Igen. abban az időszakban, aki felnövekedett, mindenki másként élte meg. Ön kisfiúként miként emlékezik vissza. Milyen örömmel, vidámságai, milyen bánatai lehettek egy 50-es években született. 50 évek elejéről beszélünk született gyermeknek. Hát tulajdonképpen a stílszerűen gyakorlatilag ez a könyv nemnek a folytatása, amit most ön kérdez tőlem, mert ugyanis addig tart ennek a könyvnek a vége. Hát az 50-es években igen, sok arcú társadalom volt akkoriban, és a, az én gyerekkoromban kevés örömről lehetett szó, ugyanis a családunk elég szerény mondhatnám azt, hogy, hogy szegény körülmények között élt, egy szobakonyhás, féltetős házban, ebben az egy szobakonyhában laktunk hatan. És a testvére, hárman voltunk testvérek. 53-ban 52-ben szület, 52 született a bátyám, 53-ban én, és 54-ben a hugom. És a nagymamával éltünk együtt, a nagyapám, aki a könyvnek az első fejezetében szerepel, ő sajnos már 48-ban, májusában elment. És így a mi sorsunk az nem volt egyszerű, mert apám néhány éve előtt ért haza a hadifogságból, és a segédmunkákból és mindenféle egyéb munkából próbálta fenntartani magát. Befejezte az iskoláit, amik a háború miatt kiestek, és az én korosztályomnak, az 50-es évek, illetve hát az én családomnak az 50-es évek, az nem telt egyszerűen. Tehát, Milyenek voltak a mindennapjaik az iskolán mind túl. Hát a, a mindennapjainkról beszélve, a gyermek mindennapjai. napjai. gyermek mindennapok. A gyermek mindennapokot, és egy novellás kötetben, amit most megírtam, az a 47 pillanatban tulajdonképpen az egész gyerekkorom, illetve hát az 50-es évektől a felnőttkorig korig napjainkig, ugyan még az nincs kiadva, mert remélhetőleg kész lesz. Tehát ha azt az oldalát nézem, akkor mi elzsiványkodtunk a nagymamának a sárga fáján, és, és éh, gyakorlatilag gyerekként éltünk, meg a, a, hol rossz gyerekként, hol kreatív gyerekként, hol, hogy, hol boldog gyerekként, de, de nem volt jó lét. Tehát, hogy, hogy sokszor volt úgy, hogy ez most nincs, erre most nem telik, nem volt például kesztyűm. 12 éves koromban volt az, az első kesztyűm, amit, amit kaptam, tehát télen zsebre dugott kézzel. Tehát három gyerekre meg, meg ugye nehéz, nehéz. Nem, nem csak az, ha pénz lett volna, akkor nem volt az üzletekben semmi, amikor meg volt az üzletekben, akkor meg pénz nem, nem volt. Tehát ezt, aki az 50-es évet ismeri, az tudja, hogy. Tehát hogy az iskolán túl játék elsősorban. Viszont mivel teltek a szünidők? Hiszen a szünidő az iskola nélkül, a búrtelepen, illetve a környékén Igen. az azt hiszem, hogy... Hát az a vasútállomás. Még, még, még inkább Igen. nehéz volt eltölteni. Mi mindent csináltak? Hát a, a, tulajdonképpen a búrtelepen, mi a nagymamáknak, a Tódi Miklós utcában, tehát aki nem tudná fehérváriként, hogy hol van a búrtelep, annak mondom, hogy a, a Tódi Miklós utca, ez a és a az sztk ha megy valaki, akkor a garázsor mögött lévő utca, az a Tóld Miklós utca, ott, ott, ott töltöttük részben a gyerekkorunkat, a másik részét pedig a, a Prohászka templom melletti Lenin úton illetve a saroképületben, és ott már nagyobb lehetőségeink voltak, ugyanis lejártuk a, a mostani lakótelep, elnézést kérek, nem tudom az új lakótelepek nevét, csak úgy tudom, hogy Müdik lakótelep. Müdik lakótelep, lakótelep nádasához lejártunk korcsolyázni, beszakadtunk néha ott a, a pocsolyába, meg a mocsárba, tehát ott éltük, meg a templom körül zsiványkodtunk minden nap forra. Összeverődve annak idején a, a házban a gyerekekkel, egy szelet zsíroskenyere és hazamentünk vacsorázni. Hát, olvastam erről, hogy nagyon sokat olvasott. Igen, viszonylag. Tehát Molnár Ferenc, Verne, zóla. Igen. A, nem tipikusan a Molnár Ferencen kívül, hát Kármány még igen, hát de nem Molnárból tipikusan gyerek olvasó, olvasmányok. Igen. Hát a, amit hétfőn is mondtam, hogy, hogy nálunk elég sok könyv volt. Ugye apám jogásznak készült, és, is szerette az irodalmat, és szívesen olvasott, és édesanyám is szívesen olvasott, úgyhogy nálunk egy ilyen könyvtárra való könyv összejött a hosszú évek alatt, és a, igazából a, az első könyvem az úgy volt, hogy én tíz éves lehettem, és a, eluntam a Ludas Matyit, meg a Döbrögít, Döbregit, meg a Hófehérkés Hét törpét, és úgy gondoltam, hogy hogy valami nem vastag könyvet, csak egy olyan, olyan, könyvet el kéne olvasni most már, ami úgy regény. És ott oda vittem a polchoz egy széket, és egy szép világos kékszínű könyvet kinéztem a polcon, leemeltem, és az volt ráírva, hogy Robert Merle, mesterségem a halál. Hát nem kifejezetten tíz éves gyereknek Semmi való könyv, sem. és nálam, mivel tíz órakor villanyoltás volt, mint a laktanyába, és anyám mindig szokta ellenőrizni, ezért a paplan alatt két éjszaka zseblámpával elolvastam, és aztán egy hétig nem aludtam tőle, mert azért abban nagyon sok ö, olyan leírás is van, olyan vívódások, de hát aki nem olvasta volna, német katonatisztnek a vívódása Igen. és az élete, a saját családjával való viszonya, a koncentrációs táborban való munkája és a feletteséhez kapcsolódó viszonya, nagyon röviden erről szólt ez a mű és azért gyerekfejjel is meg lehetett érteni. Vagy felnőttebbek voltunk talán tíz évesen, mint a, mint a, mai gyerekek, és talán közelebb volt hozzánk a, a második világháború érzelmekkel, érzelmeket tekintve, mint a mai tíz éves gyerekekhez, és jobban megértettük ezt. Ez Zóla az, ami szürke ötven árnyalatunk volt annak idején. Hát gyakorlatilag nagyon szép részkarcok voltak benne, és aztán nem Herceg Ferenc, vagy nem Molnár Ferencet, hanem Herceg Ferencnek, Herceg Ferenc, Herceg Ferenc, ő verseci, német nemzetiségű író. remek színpadi szerző mellett. Igen, mellette nemes színpadi szerző. szerző. Most épp mondtam, hogy a Pistának is, hogy a Kék Róka nevű színdarabját láttam, valamelyik újságban olvastam, hogy ismét napi, műsorra tűzték. És apám a Herceg Ferenc köteteket, annak idején, amikor a városi tanásnál dolgozott, mint könyvelő, ugye akkor kidobálták, mert hogy a horti korszakban íródott könyvek, azok a nem illettek a szocialista kultúra körében, és így megfogták, kidobták őket, és apám megvásárolta 20 forintért a 25 kötetet, de nem merte hazahozni, hanem szerzett valahol egy krumplizsákot, és a 25 kötetet krumplizsákba hozta haza, gyönyörű bőrkötéses dombor nyomott Herceg Ferenc kötetek. Hát ez kincs. és, és hát gyakorlatilag azon nőttünk fel a Gyurkovics testvérek, a Gyurkovics lányok, vagy illetve Gyurkovics vagy Gyurkovics lányok, és ő az akkori gentri világnak bírálója, de szeretője is volt. tehát Nem tudta eldönteni, hogy ő gentry legyen, vagy Jó, vagy polgárcsaládban legyen. Az, az, hogy, ezekkel... az, hogy most itt mosolygós szemmel, csillogó szemmel mesél nekem erről, felveti a kérdést, aki ennyire szeretett olvasni. Miért műszaki pályát választott magának? Ez kényszerűség volt, vagy tudatos? Nem, ez egy érdekes dolog, ugyanis a a középiskolában, hát egy 14 éves gyereknek el kéne mindig dönteni, hogy manapság is, hogy, hogy hová menjen középiskolába tanulni. És ez egy nagyon, nagyon, nehéz, nagyon nehéz feladat mostani gyerekeknek is. És hát nekem egy gyerekkori barátom, osztálytársam Jánbor Pistének az édesapja, a fáévné dolgozott annak idején az építőipari szakmában, és mi jó barátok voltunk, és beszélgetni, hogy te hová mész. De azt mondta, hogy elmegy a jákiba, mert hát a, a, oda presszionált a család is menni. És én nekem meg így nem volt különösebben elképzelésem a világra, hogy már olyan értelemben, hogy, hogy cél, olyan céljaim nem volt. Azon kívül, hogy én aztán igazából nem érdekelt a bűszaki pálya, mert én elolvasgattam volna reggeltől estig, egész, egész, nap, tehát hogyha ilyen, ilyen pálya lett volna, hogy olvassál, és akkor ez a, akkor én elolvasgattam. Tehát, volna. Jáki. tehát Na, jáki. Azt mondják van. nekem, a, nem régében volt a jákis napok, esztendőről Igen. esztendőre a találkozóra Igen. elmegyünk mi magunk is, hogy aki jákisba járt, az mindig jákis maradt. Tehát aki azt a kevés kivétellel megmarad a pályán. Önnel is ez történt. Igen. És ez kérdezte tőlem a Pista, Bakonyi Pista is, hogy, hogy miért. És mondtam neki, néhány szóval össze tudnám foglalni, mi az, ami, ami, ott tudja tartani az embert a műszaki pályán, és mi az, ami, ami kapcsolódik az íráshoz, meg a könyvekhez. Azon felül, hogy, a, hogy én szerintem kiváló magyar tanárunk volt, Isten nyugosztalja Szabó Karcsi bácsit, de a, az utépítés, Utakat építettem, házakat építettem, alaposztam, műszaki ellenőriztem, és a könyvírás, az irodalom. Tehát, aki könyv, tollat vesz a kezébe, és írni kezd, ha ezt a négy dolgot egy nevezőre akarom hozni, akkor ez, ez az, az, azt az egy szót tudnám neki mondani, hogy alkotás. Alkotás, és, ala, és az alapoktól. Az alapoktól elépítezem. kezdve Igen. jön. És a, mivel a könyveket szerettem, nekem teljesen mindegy, tehát házat építeni, az se egy, meg utat, az se egy-két egy évre szóló valami, hanem ugye az, az minimum 50, egy lakóházat megépíteni, egy családi házat, a nagyapám, aki könyves volt, ha beleolvasott a könyvbe már, hogy 200 évre. Legalább 200 évre kell építeni valamit. Így van. És ha megnézzük azt, ahogy elkezdte, hogy felépült a Lenin, mondjuk ki a régi nevüket. Így van. A Lenin lakótelep, a Münich lakótelep, a Vorosilovgrad lakótelep, a Velinszky lakótelep, mind-mind a kezenyomát viseli. Igen, ezeket De? a lakótelepeket, a Lenin lakótelepet, bocsánat, nem szeretném elvenni senki babérjai, ott nem dolgoztam, nem, nem mert az, az jóval később épült, én akkor már a a városgazdálkodási vállalatnál volt a művezető, és a, ott is nagyon szép munkáim voltak, ugyanis akkor kezdődött a 70-es évek ö, derekán a belvárosnak a rekonstrukciója, és a, a mostani Lakatos utcán, Arany János utcán, Csók István utca, ami Megyeház utca jelenleg a neve, ezeknek a, ezeknek a munkáit én művezettem. Milyen témet. volt az ön belvárosa? Hát csodálatos. Én lak, mert gyerekkorunkban laktunk. Tehát olyat építettek akkor, ahogy megálmodták? Igen. Én azt hiszem, hogy a. Ugye ez a 70-es években még nagyon sok olyan utca volt, amik, amiket részben a háború tönkretett, részben a, az 50-es évek, ott, tehát nem fordítottak rá pénzt, és ezeket a régi nagy köves annak, tehát, hogy stílsz, stílusában, ez a barokk belvároshoz illő burkolatokat kaphassonnak ezek a kicsi utcák, ez csodálatos dolog volt, és én ezt nagyon szerettem, imádtam ezzel foglalkozni, meg ezt építeni. És most végignéztem, hogy a lakatos utcának az első egyharmadát már kievították, de a 75-től 40 év alatt, lassan 40 év alatt az volt baj, hogy nem tartották karban ezeket az utcákat. És, és, most már, de ha azt veszem alapul, hogy, hogy karbantartás nélkül 40 évet bizony kiszolgáltak, akkor azt mondom, hogy büszke lehetek magamra, nem csak magamra, hanem a, a, azokra az egyszerű emberekre, akik ott nap mint nap a kövező kalapáccsal ezeket a nehéz köveket ütötték, és a, nekem a, hát a belváros, a szobrok, a, a egyáltalán a szívem csücske, tehát ez ez, tehát, ez nem... De ugyanakkor végigkísérte, hogy ebből a poros kicsi mezővárosból bármennyire is bensőséges hangulatú volt, egyre szépült, szebbült, sőt, hát két kezével dolgozott érte. Amikor viszont, tehát az utakról most beszéltünk, mikor átnyergelt az útfelügyeletre, akkor viszont meg kellett ismerkednie a megyével. Milyen volt a mi megyénk? Azok a kicsi falvak, amelyek átszőtték -e az utakat? Hát, Megmondom őszintén, hogy útfelügyelőként már nem. Én, sz... én nagyon szerettem Fehérváron dolgozni, tehát itt, és hát én nem szeretnék személyeskedni senkivel. Tehát, hogy hogy itt olyan csapat volt annak idején, műszaki osztályon, mint Szijbe... Pista, aki az osztályvezetőnk volt, és Törgyesi Feri, aki szintén és. Mindketten elhunytak már, és Isten nyugosztalja őket, és nagyon-nagyon és jó barátság és olyan emberi kapcsolat alakult ki közöttünk, hogy hagytak dolgozni. Tehát, azt, tehát rám bíztak feladatokat, tehát önállóan végezhettem a munkáimat, és aztán jött egy, jött egy váltás, ami nekem nagyon, nagyon nem, nem felelt meg, és ez, ez oda-vissza alapon valószínű, hogy így volt, és akkor én elmentem a megyéhez, és nagyon jó, kap... nem, azt mondom, hogy nem szerettem, mert akkor hazudnék, nagyon jó kapcsolatokat alakítottam én ki. Ugye akkor általában a polgármesterekkel vagy jegyzőkkel voltunk, mint megyei útfelügyelők kapcsolatban. Hozzám tartozott Velencei tó környéke, Dígy és és pákozt, kápolnásnyék, és akkor ilyen furcsa módon a, a, a tázcső, soponya, lepsény ennyi Mátyás és a mai napig a, például a lepsényi polgármestere Somogyi Elzsikével a könyv kapcsán is leültünk, ugye ő bölcsész szakon végzett, és a iskola igazgató helyettesként, remélem jól mondom, Erzsike, iskola igazgató helyettesként dolgozott sokáig, és aztán ő lett a, a polgármester, és több cikluson keresztül. Tehát én nekem van a jó viszonyt ápoltunk, és szerettem azt is csinálni. Jött a nyugdíj, és jött vele egy csomó minden. Általában azt mondják, hogy a, a, egy igazi fiatalos nyugdíjas soha nem tud megölni a fenekén, hát hanem ez talál magának elfoglaltságot, főleg úgy, hogy, hogy, érdeklődik eddig is a világ sorsa iránt, a város sorsa iránt, a saját gondolataiban benne van a család sorsa, és így tovább. És ön ennek szentelte a további életét, itt a könyv, de elő a könyv előtt még beszélgessünk a fotóról. Hogy a fotó. szerelmesedett bele a fotóművészetbe? A fotózás, hát igen, a fotózás az, ez, az az ember vérébe, lelkébe beleívódik. Az, az olyan, mint a, mint a, a szénrakodónak, hogy a körme alatt a, piszok, a, a szénporas sosem fog kijönni, akár hogy a csikája, a kefi. a fotózás az, az, pontosan ilyen, és aki egyszer gépet vesz a kezébe, és, és nem a mozdott füstje, hanem a, a, a maga az, a, a, meg, ahhoz kötni megint, hogy az alkotásvány. És az első fényképezőgépemet én a bánátban élő fogorvos nagybátyámtól kaptam egy fed 2 gépet, amit elvittem oda. És az azzal tanultam az egy az egy szovjet gép volt annak idején, tömeggyártás. És aztán a Később ugye a digitális fényképezőgépek világában már sokkal egyszerűbb, meg sokkal olcsóbb technológiák vannak, hogy nem kell azt nézegetni, hogy hány forintba fog kerülni de. a színes film előhívása. Nézegettem a képeit, egy legutóbb, talán még az elmúlt esztendő végén. Igen, fönt vannak a... Oh. És, de mindegy, az tűnt fel, hogy mennyi minden érdekli, hogy mennyi mindenre csodálkozik rá. Tehát nem egységú, hogy rá, hogy csak fotó, csak épület, Igen, csak ez, sem. csak az, hanem hogy sok minden. Sok minden, sok minden érdekel. Zömében azért, ha a fotóimat megnézzük, a Panorámió Klubban ez a Google earth van fönn 1300 képem, és én eh, mondtam a, Pistán, a büszkén. Büszke vagyok úgy, rá nem nagyon szoktam úgy propagálni, azt a Pista nem is, ő nem is látta. És mondtam neki, hogy Kérdező, hogy nem csinálok valami fotókiállítást. Mondtam, hogy nincsen hozzá kedvem, mert hogy ugye, ha megmutatni, megmutatni valamit, az egy nagyobb, tehát egy falra kiakasztató, az komoly, komoly pénzekbe kerül. És aztán mondtam, hogy itt viszont, itt viszont 1 millió 400 ezer látogatón volt eddig, és havonta, havonta 7-8 ezeren fölmennek erre a kis oldalamra. Megérkeztünk a könyvhöz mielőtt beszélgetnénk róla, engedje meg, hogy egy, ez röviden, hogy a nézők is tudják, hogy miről van szó. Sajnos túl kevés mű jelent meg ebben a témában, Érja ön. Úgy gondolom, hogy ezért nem beszéltük ki tisztességesen a mai napig mélyben forgó dolgokat. Most a 24. órába léptünk, és lassan eltávoznak közülünk a nagyszüleink után azok is, akik átélték és megszenvedték a második világégést. A velük való beszélgetéseket és személyes tapasztalatokat egyetlen egy tankönyv sem tudja pótolni. Talán ez a kis könyv is hozzájárulhat, hogy egy teljesebb képet kapjunk történelmünk nehéz időszakáról. Hát bizony mondom, egyrészt megfontolandó szavak és nagyszerű ez a könyv, hiszen 1908-tól ő kíséri voltak éppen egy olyan család életét, ahogy ön fogalmazott az 50-es évekig, akiknek, azt hiszem, hogy ilyen család nagyon-nagyon sok volt akkoriban, és nem kell kiragadnunk csak őket. Hogy született meg a gondolat, hogy papírra vesse mindazt, amit megtapasztalt, megtanult, és aminek utána járt? Tulajdonképpen törvényszerű volt, hogy ez a könyv megjelenjen, mert hogy én a 80-as évek derekától kezdtem el foglalkozni ilyen amatőr módon, családfa kutatással, és aztán a nagyanyámat, aki 95 éves koráig 1990-ig élt, megtettem fiatal emberként is, hogy meséljen nekem a, ezekről az első világháborús dolgokról, és aztán elkezdtem gyűjtögetni a, ezeket Köz, a... Igen, közben ezeket, nézzük, javasolnám, hogy a, nézzük a képeket, Ezeket hiszen... a képeket, amik, amik tulajdonképpen a, 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 szereplők, a könyvnek a szereplői. Nem tudom, erre A kamerának a, után, fogjuk látni. Arra. Igen, az úgy nagyszerű lesz. A, a hölgy, az öreganyám és az ük nagypapa, ő egy délceg ember volt, az állítólag két méter magas Fölött is volt. Ha megnézi a kezét, akkor a sütőlapátodnak és elment volna. A hölgy a csemorva származású, elnémetesedett ö, ö, hölgy, csehák Elizabetta és a Nérer Péter. Náluk a családban vagy Péter van, vagy György. Ugye a ja, száz szokás szerint a, az első gyerek a nagypapa nevét kapja, a második, vagy második, fiú, a második fiú pedig az édesapja nevét, úgyhogy nálunk csak így működik, hogy György vagy Péter. Tehát ő Péter. És akkor a déd nagyapám, ő György. Ő Borbé volt szintén, hát a könyvben is ő szerepel, hogy, hogy Temesvá, tehát nem Temesen, Freidorban mentek be. Magyar Csernyéről, és ő volt a, a déd nagypapa. Igen, ez a könyvborítón visszaköszön. Igen, és a nagyapám a könyvborítón, aki köműves és katona szakmát, majdnem katona szakmát, és majdnem kömüvesként dolgozott végül is. Aztán hát ez nem olyan kömöves, tehát a, a építőmester volt ő, tehát az inutai erőműnek az építésén, meg Várpalotán rengeteg a Nitrogén művek építésén dolgozott, és építésvezetőként, tehát építőmester szakmája volt ő neki. És sok embert irányítgatott. Ott részben a nyelvtudás miatt akkoriban ezek német vállatok voltak, és a, a, tehát ő, ő a nagyapám. És a könyben is szereplő, az első, mikor haza a frontról, ekkor volt a kislánya. Mikor elment, akkor meg se született ő És ez 1916-ban készült ez a kép. Most tehát itt van a család. Igen. A evezz a mélyre, amikor a családi történeteket hallgatta, akkor tudta már, hogy ebből könyv születik egy olyan könyv, ami a családján, a saját családján keresztül mutatja meg ma nekünk ezt a kort. Nem, mert, mert a, a akkor tudtam, hogy ebből könyv lesz, amikor, amikor megfelelő mennyiségű, Ugye ezek ez a 80-as évektől, szóval 30-40 évnyi gyűjtögető munka van benne, és a tavalyi évben jutottam el odáig, amikor megfordult a fejemben az, hogy, hogy le kellene írni. És igazából azt ott mondtam Pistánk is, hogy ennek a könynek a hátuljára a fülszövekelyet, helyett, én keresztbe csak annyit szerettem volna ráírni, hogy apámnak. Aztán feje tetejére állt a világ, és nagyon szerettem volna neki ezzel örömet szerezni, és aztán nem lett belőle az egyáltalán. Édesapja még él. Igen, Áll hát meg majd édesanyám is, és közel a 90-hez, de szellemileg abszolút frissen, és, és ők ellátják magukat. Tehát, és én ennek nagyon örülök. Tetszett egyébként a könyv nekik? A anyámnak is tetszett, apámmal nem beszélgettünk róla, hanem édesanyámon keresztül üzengetünk egymásnak a könyvek kapcsolatban. Tetszett neki a könyv, legalábbis anyám ezt mondta, elolvasta, de különösebb vélemény nem fűzött hozzá. Nos, én, én viszont olvastam, és egyetértek Babucs Zoltán hadtörténésszel, aki az előszót írta, hogy ha egy ilyen könyvet elolvasunk, akkor mi is magunknak feltettjük azokat a kérdéseket, hogy miért, miért, mit vétettünk mi magyarok, hogy a 20. században sorscsapások sorozatát kellett elszenvednünk, igen. Aki ezt a könyvet elolvassa, az legalábbis részben választ kap rá. Hogy ez sorsszerűség volt, részben. Igen. A történelem, én azt hiszem, amit, amiket itt ebben leírtam, tehát ezek mind valós történetek, amik részben apám, részben a nagymama mesélt, és ugye sokszor elcsépeltnek tűnik, de a valóság sokkal borzasztóbb tud sokszor lenni, mint amit egy író fantáziája ki tud találni. És sajnos a 20. század első 50 éve az ilyen, hogy, hogy döbbenetek sorozata az, ami, amin keresztül kellett menni, és nem csak a mi családunknak, mert én azt valahol mondtam már, hogy közel másfél-két millió embert érintett, de még többet is talán az első és a második világháború, és nem beszélve azokról, akik ugye kintrekedtek saját hibájukon kívül az országhatárokon. És, és ezekkel, ezek, ezeket az embereket, vagy ezekkel az emberekkel beszélgetve nagyon sok, nagyon sok olyan, olyan tragédiát él meg, meg hall az ember, ami, ami oda vezetett, hogy, 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 azt mondtam, hogy írjuk meg, meg írjam meg én ezt a könyvet. Lesz ennek folytatása? Lehet folytatása? Hát tulajdonképpen ennek a folytatása az 50-es évek lenne. Ugye ott a 50-es években hagytam én ezt abba. Hát abban az egyesem első személyben, ahogy, ahogy ott befejeződik ez a könyv Mátyás főhőssel, ezzel nem, nem hiszem, hogy ezzel lesz folytatása. A folytatása talán a 47 pillanat lesz az, amikor én mesélem el a, a történeteimet, és ennek a kézirata elkészítő Bobori Zoltánnál van, és talán, ha minden igaz, a Vár magazinban lesz két kis novella belőle és Bakonyi Pistának is küldtem mostan tegnap vagy tegnapokban két novellát, hogy valahová fel fog kerülni. Nincs kiadója, nincs kiadója a kéziratnak, ez körülbelül egy ilyen, hát a 47 kis novella van benne az 50-es évektől a napjainkig. Először Én bízom benne és érdeklődése várom, hogy megjelenik, biztos vagyok benne, hogy így történik. Addig is köszönöm, hogy megtisztelt. Azt hiszem, hogy nagyon fontos egy ilyen beszélgetés, hiszen tudnunk kell, hogy, és kötelező tudnunk. Nem sikkathatunk el felette, nem felejthetjük el, hogy miként éltek ők anyáink, dédanyáink, nagyszüleink. És ez önnek köszönhetően legalább áttételesen beleélhetjük magunkat mi is ebbe a korba. Úgyhogy köszönöm szépen a könyvet minden olvasó nevében, és köszönöm, hogy megtisztelt. Én köszönöm a lehetőséget, kaptam itt a Fehérvár TV-nél. Köszönjük. Kedves nézőink, köszönöm a megtisztelő figyelmeket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok viszontlátásra.